Jó estét kívánok, köszöntöm a lelátó nézőit. 4-0-ás vereséget szenvedett a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapata hazai pályán a MOL Vidi FC-től. Csertői Auril együttese 13 mérkőzést követően 19 ponttal jelenleg a tabella 8. helyén áll. A regnáló bajnok, az Európa Liga csoportkörében is vitézkedő MOL Vidi FC labdarúgó együttese látogatott Paksra a Fehérvári úti stadionba az OTP Bankliga legutóbbi játéknapján. A 19 pontos csapatok csatáján a vendég semmit sem bízott a véletlenre, támadólag lépett fel, és formás akció után Pátkai lőtt Rácz kapujába. A vezető találatot követően sem állt le a székesfehérvári alakulat, a 27. percben megduplázta előnyét. A kapitális hazai védelmi hiba után 4-0 volt eredményes. A 34. percben tovább nőtt a különbség a felek közt, Huszti oldalszabadrúgása után a labda Hodzsics elé került, aki közelről a Paksi kapuba továbbított. A 0-3-as félidő után a második 45 perc is vendég lehetőséggel kezdődött, 4-0 zicserét Rácz hárította. Az 56. percben újabb gólnak tapsolhattak a Vidi szurkolói. A zöld-fehérek védelme ezúttal Pátkai második góljához asszisztált, a táblán már 0-4 állt. A 64. percben majdnem tovább nyílt az olló a felek közt, Nikolov lőtt ekkor, labdája a felső lécen csattant. Újabb 4 minútum elteltével Milanov zicserét védte Rácz. A 74. percben Báló éleszögbe leadott lövése Kovácsiknak nem okozott gondot a túloldalon, így az enerváltan játszó zöld-fehérek ellen megérdemelt piros-kék siker született. A végeredmény Paksi FC, MOL Vidi FC 0-4, Csertői Aurél együttese 13 fordulót követően 19 ponttal a tabella 8. helyén áll. Gratulálok a srácoknak a megérdemelt győzelemhez. A Paks ellen mindig nehéz játszani. Egy jó csapatról van szó, egy remek edzővel, de ma nagyon-nagyon jól játszottunk. Akár több gólt is lőhettünk volna, volt kapufánk, 2-3 kimaradt helyzetünk is. A válogatott szünet óta 4 győzelmünk és 1 döntetlenünk van, ez nem rossz teljesítmény. Most már a PAOK-ra és a mezőkövesdre koncentrálunk. Hát azt gondolom, hogy egy finoman fogalmazik, ez egy csúfos, megalázó vereség volt. Hát a mai meccsen a különbség nem túlzó, sőt számunkra nézve kedvező. Hát a videóton játszotta a futós focit, meg az álló focit, nem tudom, hogy miért. Valószínű, hogy a itthoni eddigi bajnoki szerepléséből indult ki a csapat, de ez csak egy feltételezés. Hát most nem azt játszotta a Vidi. Sprintbe közlekedtek, mi meg szépen néztük, pár hatszokat nem igazán tudtunk megvenni. Azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon sima mérkőzés volt. Igen, mindig könnyebb a meccs, hogyha az első fél időben rúgunk 3 gólt, bár mindig ilyen egyszerű lenne. Megmondom őszintén, nem számítottunk ilyen gólgazdag mérkőzésre, és ilyen könnyűre se, hiszen Pakson mindig szenvedünk, és ha nyerünk is, nagy ritkán, akkor a szenvedős, ez szerencsére nem bújtsult el most. A Paksi FC a következő fordulóban a Budapest Honvéd csapatát fogadja. A mérkőzést november 10-én szombaton 17 órakor rendezik. Miután véget ért a bajnokság első köre, egy rövid értékelésre kértük Csertői Aurél vezetőedzőt, játékosokat, valamint Haraszti Zsolt ügyvezetőt. Mondhatjuk, hogy a bajnokság első köre ugye véget ért, és nagyon szépen szerepelt a csapat, hogyha az összképet nézzük, de hát nem tudom erről neked mi a véleményed. Hát igen, azért szebbet is el tudok képzelni, de valóban a megszerzett 16 pont, ha azt 3 forduló van, azt megszózom 3-mal, az elég jól mutatna a végén is. De azt gondolom, hogy vannak azért hiányérzeteim, hogy lehetett volna ez több is, meg többet szeretnénk, de úgy gondolom, hogy a realitások mezein élve ez egy elfogadható eredmény. Hogy látod, a csapat egybe van, összeállt a társaság az újakkal kiegészülve? Hát ez meccsre változik, amikor nyersz, akkor minden szép, meg összeállt, amikor kikapsz, akkor meg semmi nem jó, de valóban összképet kell nézni, a végén van az elszámolás, most ez csak egy részeredmény bizonyos szempontból elégedettek vagyunk, persze többre vágyunk, próbálunk dolgozni azon, hogy kicsit jobbak legyünk, vagy nagyon jobbak legyünk. Szeretnénk több pontot gyűjteni, az látszik, hogy nagyon kiegyensúlyozott 8 csapat van, 9, tehát egy-egy mérkőzéssel föl le lehet ugrálni 2-3 helyezést. Az, hogy előbbre lépjünk, ahhoz zsinórba nyerni kell a meccseket, tehát olyan szoros, meg olyan eredmények születnek. Ez pedig csak a bravúrok tudják hozni, tehát akkor ahhoz legalább a 3 mérkőzésből egy nagyon jó csapatot megkevernünk,
Ezen dolgozunk, tehát szeretnénk előbbre lépni, de nem vagyunk túlságosan elégedetlenek se. És akkor tekintsük előre, hogy mert te is beszéltél róla, most a három csapat, talán az elkövetkezendő három csapatról is beszélhetünk, hiszen a negyedik a videóton ugye az nem sikerült olyan jól, kikaptunk 4-0-ra, de hát nincs megállás, és most három tényleg erős csapat jön, magyar bajnokságban erős csapat. Így van, tehát azért mondom, hogy a végén van elszámolás, mert tavaly ilyenkor, vagyis hát a kezdetén két meccsből kevesebb pontunk volt, sőt nem is mondom, hogy öt meccsből mennyi pontunk volt, ha azt már túl szárnyaljuk, és a végén újra elérjük ezt a 16-ot, azért mondom, hogy fel a fejjel, valóban ez egy kisiklás volt, jobb volt a videóton, de azt gondolom, hogy bárki ellen, ha jobbik arcunkat mutatjuk, győztesen tudunk lejönni a pályáról. És akkor beszéljünk még azért a következő mérkőzésről, jön a Honvéd, mit vársz itthon? Hát mindenképpen javítani akartak. Így van, a Honvéd nagyon agresszív, fegyelmezett játékot játszik. Volt már sikerben részük, tehát tudjuk, hogy bajnokságot nyertek, rutinos játékosaik vannak, tehát minden mérkőzés nehéz. De azt gondolom, hogy ez egy ráadásul különleges stílussal játszanak. Hazai pályán játszunk, szeretnénk bizonyítani, ott 1-0-ra kikaptunk egy 11-essel, visszavágni szeretnénk, de mondom, ahhoz nekünk is a jobbik arcunkat kell mutatni, sokkal jobb formát kell a Honvéd ellen, mint a videóton ellen mutattunk. Egyébként edzőként te is ilyen ciklusokba gondolkozol, ha lehet így fogalmazni, vagy te egy összképben, ahogy már említetted, ugye most lement egy kör, van még vissza kettő, vagy te globálisan nézed itt a dolgokat? Hát ha nem mondod a ciklust, akkor eszembe se jutott volna. Tehát ezt mindig felhívják meg, megkérdezik. Igazából mi a adott következő mérkőzésre gondolunk, és hogyha azt megnyerjük, akkor is csak utána számolgatunk, hogy hol vagyunk, mert ha mi nyerünk, a többi mindegy, hogy mit játszik. Tehát első számú szempont az, hogy mi nyerjünk, és akkor utána lehet számolgatni. És egy kicsit még számoljunk, ugye te már említetted, hogy itt egy-egy győzelemmel, vereséggel nagyon sokat lehet előrelépni, hátraesni, de azért az elég megnyugtató, hogy 13 pontra vagytok jelenleg a kieső helytől, és az egy jó érzés, hogy 3 pontra viszont a dobogótól jelen állás szerint. Hát igen, nem lehet csak előre, illetve csak hátra tekingetni, azért tekintünk a következő soron következő mérkőzésre. Az előny megnyugtató, pontszám az lehetne több, az, hogy az ellenfeleink rosszul szerepelnek ott hátul, az minket nem végasztal, de a 13 pont az elég sok, de úgy gondolom, hogy ha ez szezon végén még ezt tudjuk növelni, ezt a pontszámot decemberig, akkor valóban elégedettek lehetünk. És akkor beszéljünk egy pár szót a kupáról is, hiszen tovább jutott a csapat. Így van, MB2-es csapatot hoztunk, idegenben játszunk, tudjuk, hogy mindenki ellen meg tud szenvezni a csapat, hogyha nem 100%-ot produkál, oda kell koncentrálni, kupameccseknek van egy hangulata, alacsonyabb osztályú csapatok is nyerhetnek egy magasabban kvalifikált csapatok ellen, de igenis tovább szeretnénk jutni, megérni egyszer a tavaszt, tehát abba is előbbre lépni, hát mindenbe. Tamás, először is engedd meg, hogy gratuláljak, hiszen a közelmúltban játszottad le a 200. NB1-es mérkőzésedet, és mindezt a Paks színeiben. Azt hiszem, hogy azért ez egy óriási dolog, neked is egy nagy élmény. Nagyon szépen köszönöm. Igen, egy nagyon nagy élmény, hiszen már 13 éve itt vagyok, szolgálom a klubot. Bár megmondom őszintén, hogy örültem volna, hogyha egy győztes mérkőzésen lett volna, de hát az élet így hozta, úgyhogy ez van. Hát ilyenkor azért nem csak egy mérkőzésre tekint vissza az ember, hogy te is említetted, ez a 13 év az igen sűrű volt, és hát buktatókkal is teli néha. Igen, elég sűrű volt, de hála Istennek általában mindig a jó dolgokra emlékszem vissza, úgyhogy azok maradnak meg a fejemben. Persze voltak rosszak is, de hát ez így összességében én úgy gondolom, hogy teljesen rendben van. Akkor térjünk vissza ide a jelenbe. Ugye sikerült visszakerülnöd a csapatba, mondhatjuk ezt, hiszen azért elég sokáig te lehet úgy fogalmazni, kispadosztál, NB3-at segítetted ki, viszont most úgy néz ki, hogy stabilan visszajátszottad magad. Hát nyilvánvaló, hogy ezt majd a jövő fogja megmondani. Én mindent megteszek azért, hogy benn maradjak a csapatban. Igazából mindenki tudja, hogy a Szabó Jani posztján vagyok, bal hátvédben, úgyhogy ott próbálok meg benn maradni a kezdő csapatba.
és ha már itt a mérkőzéseket az Aurélal elemeztük, globálisan úgy element a bajnokság első körül, hogyha lehet így fogalmazni, ő is azt mondta, hogy ott nagyon jól szerepelt a csapat. Itt most volt egy kis botlás, de hát mentek tovább, és remélhetőleg majd a következő mérkőzésen már javított. Persze, nagyon jól szerepeltünk, én is úgy gondolom. Szombaton ugyebár már egy új lehetőség, egy új mérkőzés van. Hát hála Istennek, hogy hamar felettetni tudjuk ezt a múlt szombati vereséget. Egyébként az öltözőben milyen a hangulat? Hát a mérkőzés után el tudom képzelni, de azóta azért vidámabb a társaság? Hát most már vidámabb, persze túl kell tenni magunkat minél előbb, mert komoly feladatok előtt állunk, és remélem, hogy túl is fogjuk minél előbb tenni magunkat. Nyilvánvaló, hogy a szombaton a mérkőzés után nem is lehetett jó a hangulat, azért nem mostanában kaptunk ennyi gólt, de én úgy gondolom, hogy szombaton már javítani fogunk. Csapatkapitányként mivel lennél elégedett a bajnokság végére? Tudom, még nagyon messze van, de hát hogyha egy kicsit előre tekintünk. Hát nehéz ezt most így megfogalmazni, minél előrébb a tabellán. Nyilvánvaló, hogy megfogalmaztunk bajnokság előtt egy célt. Én szeretnék dobogon végezni, és a csapat is, és ezért minden meg fogunk tenni. És akkor ott a kupa is, ahol tovább jutott a csapat végre. Igen, a kupában is vagyunk. Eddig nem voltunk szerencsések a kupában, de minden rossz sorozat előbb vagy utóbb meg fog szakadni, úgyhogy bízom benne, hogy most ez meg fog szakadni, úgyhogy kupába is tovább fogunk menetelni. Vezeted a házi góllövő listát, ráadásul ott vagy az élbolyban az országos versenyben is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép dolog. Igen, örülök neki, meg annak is, hogy eddig ugye elég jól szerepeltünk a bajnokságban. Az utolsó meccset most leszámítva. Itt mind a mutatott játéka, mind az eredménye nemhogy megelégedve, de hát eléggé katasztrofális volt, szóval ezt gyorsan el kéne felejtenünk, és most már a Honvédra koncentrálunk. Hát azt hiszem, hogy most már itt is az alkalom, hiszen a Honvédot fogadjátok majd itt. A Tamás is elmondta, hogy előre tekint a csapat, és bízik benne, hogy kijavítjátok majd ezt a kis botlást. Visszatérve még hozzád, egyébként úgy látszik kívülről is, hogy élvezed az edző bizalmát, és hát te ezt mindenképpen meg is szolgálod a pályán. Igen, igyekszem. Sok esetben szerencsém is volt, ugye nyilván, azt mondják, jó csatárnak kell a szerencse, szokták mondani. Voltak azért kijött lehetőségeim, illetve azért maradéktalanul nem vagyok, ugye nyilván az eredmények miatt sem, meg a magam játékával se, de igen, élvezem, és próbálom meghálálni, próbálok teljesíteni, és remélem, hogy ezt a következő meccset is meg tudom mutatni. Egy mérkőzésen, hogyha már így említetted, hogyha kihagysz egy nagy helyzetet, egy zicsert, hogyha ahogy te fogalmaznál, akkor meddig bosszankodsz rajta, vagy mindjárt túlteszed magad? Meccs közben talán csak még ott egy pár másodpercig, amikor leigadok, vagy ha esetleg fél idő van, akkor fél időbe gondolok rá, de utána próbálom azt teljesen kizárni, és utána a következő helyzetemre koncentrálni. Inkább, hogyha úgy van, akkor még meccs után szoktam elemezni, hogy mit kellett volna máshogy. Egyébként mit vársz magadtól, hogyha most egy kicsit a szemére szabjuk itt a témát, hány volt? Hát most így nem tűztem ki célt, igazából csapatként tűztünk ki egy célt, ami a legfontosabb szerintem, hogy minél előrébb szerepeljünk, meg titkolt vágyunk az, hogy az Európa Ligás helyezést akár elérjük, ez minden évben ott van a lehetőség, csak elszalasztjuk. Igazából az, hogy én hány gólt rúgjak, minél többet, és ezzel tudjam segíteni a csapatot. Azért egy gólkirály címmel elégedetlennél. Persze, de lehet, hogy fölcserélném egy bronzéremmel. Visszatérve még akkor a csapathoz, ugye most jön a Honvéd, lesz egy nehéz sorozat, hiszen Újpest, Fradi, de mondhatjuk azt is, hogy nektek a jobb csapatok talán, mint hogyha jobban is feküdnének. Igen, van, hogy a napi forma számít, igazából ezt a videón is megmutattuk, nyilván egy nagyon jó csapat, de azt érzem, hogy ennyi nem volt ekkora különbség, ezt mi csináltuk meg magunknak, illetve lehet, hogy ők is most ugye pihentebbek voltak, és jó formában jöttek ide, de szerintem ekkora különbség nincs köztünk, tehát én azt mondom, hogy minden meccset meg tudunk nyerni, szerintem hazai pályán meg főleg. Egyébként hogy látod a magyar mezőnybe? Itt már elemezgettük, hogy hát a kieső helytől szerencsére nagyon messze vagytok, tehát erről nem is nagyon kell beszélni, 13 pont azért az mégiscsak ugye 4 győzelem plusz 1 pont. Előrefelé tudtok tekinteni, ugye azt tudjuk, hogy a Fradi és a Videoton talán kicsit kiemelkedik a magyar mezőnyből, de a többi csapatnál ilyen gondotok nincs.
Én is úgy látom, hogy a Fradi és a Vidi is, aki inkább úgy kiemelkedik, mint játékban, mint eredményekben is, de nem egyszer megmutattuk, most ezt a hétvégét leszámítva, hogy ellenük is tudunk focizni, ellenük is tudunk játszani, és ellenük is tudunk eredményt elérni. Szóval szerintem, ahogy most ugye mondtad te is, hogy azon kívül nagyon kiegyenlített, most a harmadiktól a nyolcadik helyig van 3 pont különbség, utána meg egy nagy szakadék. Nem szeretnénk hátrafele nézni, tényleg sok pont van, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, most az utolsó 5 fordulóba itt kell hoznunk a pontokat. Fiatal játékos vagy, mennyire motivál az, amikor megtudod, hogy megtudod egyáltalán, hogy mondjuk Marco Rossi ott ül a lelátón? Hát nyilván motivál, akkor nem tudtam, meccs után tudtam. Hát kicsit bosszankodtam, mert több jobban szerettem volna játszani, de ez minden mérkőzésen így van. Egyébként, hogyha most ott előtte tudtam volna meg, vagy bármelyik játékos, szerintem a meccs pillanatában nem gondol rá, szerintem ugyanúgy próbál teljesíteni. Hát nyilván azért nagy motiváció, meg nagy lehetőség, úgyhogy minden játékos ezért küzd. Igen, mert az kívülről látszik, hogy a jelenlegi szövetségi kapitánya Marco Rossi nyitott szemmel járja a pályákat, és lehet úgy fogalmazni, talán nála mindenki tiszta lappal indul. Így én úgy tudom elképzelni, hogy neked is azért egy nagy vágyat, hogy esetleg a válogatotthoz bekerülje. Hát egyértelműen szerintem az ugye mindenkinek, én nekem is nagyon. Igen, nagyon sok mérkőzésre eljár, én is láttam, tehát mindenkit megnéz, mindenkit megfigyel, és ahogy mondtad, tiszta lappal indít, és szerintem teljes mértékben teljesítmény alapján hívja be a játékosokat. Úgyhogy itt a feladat, ha teljesített, szerintem bárki bekerülhet. Az első kör után, ami ugye lezajlott itt a bajnokságban, a nézők interneten keresztül a te védésedet választották a legszebb mozdulatnak az egész kör tekintve. Igen, ez most nekem kicsit jól esik, de igazából nagy jelentőség ennek a csapat és a klub szempontjából nincsen. Nyilván volt ott ugye 11 védés, volt ott 9-10 kapus, ugye Dibusz Dénes 2 védés is szerepelt, tehát így ez egy jól eső érzés. Több ezen szavaztak, és a voksonok a 1/3-át szereztem meg. Egyet szólnom, úgy nagyon nagy jelentősége úgy nincs az életünkben, de az nyilván jól eső érzés. Azért idézzük fel ezt a mozdulatot, melyik mérkőzésen volt és hogy zajlott? 5. forduló volt a Ferencváros ellen. Egy-egyes ellensnál volt egy szögletük, és a labdát röviden szabadítottuk fel, és a 11-es környékén rárúgta valamelyik Ferencváros játékos, valaki megpattant, és mikor már elütöttem, még valahogy belekaptam, és ezt gondolt, hogy az ember ezt, hogy berakja a védések közé, úgyhogy örülök neki nagyon. Hogy érzed egyébként magad Pakson, milyen itt utolsó embernek lenni ilyen védelem és ilyen csapat mögött? Azon rendben van a csapat, tehát most ugye hétvégén volt egy kisebb kisiklás, de összességében kell nézni azt gondolom az eltett fordulókat. Úgy nyilván soha nem lettünk elégedettek, mindig többet akarunk, de hogy pontszámba és helyezésbe azt gondolom, hogy mivel egyben ott a mezőny és ezért ezt tartozunk, azt gondolom, hogy egész évben így lesz, és az utolsó forduló fog eldönni az, hogy ki fog odaérni a jobb helyekhez. Hát ez egy célunk, hogy mi is odaérünk a jobb helyekhez. Én személy szerint jól érzem magam Pakson. Egyébként hogy látod? A csapat ugye azt tudjuk, mi itt élünk, látjuk, hogy milyen bajnokságról bajnokságra. Milyen helyet foglalhat el mondjuk a bajnokság végén, hogyha mondjuk helyezésbe kéne gondolkodni, hova tennéd majd itt a társaságot? Nyáron, amikor idejöttem, akkor már az Ankétan a vezető elmondta, hogy a rájátást nézzük, akkor az a középmezőny, tehát az a ugye 5.-7. hely volt idáig, amit ha megnézzük, az mindenképpen benne van a csapatban, és ha ugye hosszú szezon nagyon, tehát 33 meccs az rendkívül hosszú, rendkívül nehéz kiegyensúlyozottan ugyanazt a csapatnak a jó formáját hozni. De hogyha az sikerül, és igen, azt mondom, hogy a sok egyforma csapat közül az dönt, hogy kiér oda esetleg az Európa Ligás 3., vagy ugye 4. hely is ugye az lehet Magyar Kupa döntőtől függően, hogy azt a stabilitást ki tudja megtartani. Tehát nekünk is vannak jó meccsénk, 6-7 meccset is meg tudunk csinálni akár eredményesen, de hogyha ebből 6-7 meccses sorozatból sokkal többet megcsinálunk, akkor mi fogunk odaérni, ezt fog jelenteni az a közül a 6-7 csapat közül, aki ott van az élmezőnyben, hogy ki lesz ott a 34-en, visszatérve a kérdésre, valóban lenne, hogyha odaérnénk mi is a 34. helyre. Még annyi, hogy érzed magad az öltözőben, milyen a hangulat, milyenek a srácok, milyenek a társak? Jól érzem magam, ugye pár éve már ugye játszok itt az élvonalban, és ezáltal ellenfélként, vagy akár csapattársként is, mert találkoztam sok játékossal, vagy az utánpótlás váltottban, vagy akár klubban, vagy ellenfélként a Paksról, ugye kicsit könnyebb így beéleszkedni. Egyébként a Paksi öltöző igazolta jó hírét, tehát az rendben volt, és gyorsabban tudtam éleszkedni, úgyhogy jól érzem magam. Ügyvezetőként, hát...
kiegyensúlyozott csapatot látsz magad körül. Most tegyük félre ezt a Videoton elleni kisiklást, amiről itt ezeretesen beszélgettünk, és mondtad, hogy te se vártad azért ezt a 4 gólt, ráadásul a Videoton tartott itt a Pakstól, de hát sajnos mégsem úgy alakult, ahogy előzetesen terveztétek. Igen, ez egy kiugró negatív meccs volt. Mai napig is dolgozgatjuk fel, hogy ez hogyan történhetett, de ami a lényeg az, hogy tényleg ebbe az évben abszolút jól teljesít a csapat. Erős pontszámmal rendelkezünk, a későtől 13 ponttal vagyunk előnybe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy megbízható időszak van mögöttünk. A úr is már megfogalmazta, hogy ő nem ilyen ciklusokban gondolkodik, tehát hogy 3 részre osztjuk a bajnokságot, mindig előre néz akár csak a csapat, és hát ő is abban bízik, hogy majd úgy mehettek pihenőre, hogy hát kiegyenesedett a társaság és a dobogóért küzdhet akár. Ezt meglátjuk itt a következetek, azért megmutatják ezt, én ebben mindig óvatos duhaj vagyok, de belül én is valami hasonlót várnék. Engem igazából az elmúlt időszakban azok a pillanatok nyugtattak meg, hogy kiesett egy Szabó Jani, Simon Ádám, Lenzsér Bence, és tudtuk őket pótolni, a csapat épp úgy jól szerepelt. Tehát azt gondolom, hogy most van egy egységes, masszív játékos keretünk, ami aránylag megbízható, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok szép pillanat lehet még itt ebbe az évben. És most így gyorsan magamat is korrigálni kell, nem az a úrja mondta, hogy akár a dobogóért is küzdhet a csapat, ezt csak én tettem hozzá, mert tehát ezek a vágyak azt hiszem, hogy a szurkolókat is fűtik. Igen, azért ezen néztem én is ezt, amikor mondtad, hogy az a úrja azt mondta, hogy dobogó, mert azért nem szokott ennyire keményen fogalmazni a dobogó környéket, de belül mindannyian. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki elkezd egy bajnokságot, az első sorban a 12-es bajnokságban az, hogy elkerült a kiesést. Ezt szerintem a 12 csapatot 10 ezt mondja, és ez tényleg így is van. De utána egyértelmű dolog, amikor már azt érzed, hogy stabil a helyzeted, akkor már természetesen azt szeretnéd, hogy valami komolyat érjünk el, mert minden évben azt érzem, hogy megy egy év az üresbe, idézel mondva. És egyszer még szeretnék Európa Ligás csapatnak az ügyvezetőn. Akkor most ennyire tényleg ne szaladjunk előre, de azt mindenképpen említsük meg, az is jó hír, hogy a kupában is áll a csapat. Igen, ez így van. Silfokot kaptuk a következő fordulóban, én azt gondolom, hogy ott is mindenképpen tovább kell jutnunk. Remélem, hogy tavasszal még mindig lesz kupás csapatunk is, úgyhogy ilyen téren bizakodó vagyok. Még annyi mindenképpen, hogy hát nem lehet megkerülni azt, hogy az M3-as csapat jelenleg kicsit gyengében szerepel, ugye volt egy edzőváltás, igaz, hogy most legutóbbi fordulóban Szekszárdon nyerni tudott, de hát azért gondolom többet vártok a társaságtól. Igen, de én ezt megfogalmaztam el évelején. Tehát nekem az MB3-ban nem az elvárásom, hogy mi most a másodikok, harmadikok, bajnokok legyünk, vagy bármi, hanem az, hogy nagyon sok fiatalnak adjunk játék lehetőséget. Ebben az évben ez megvan. Az, hogy ezek rutintalanok, ezek a srácok, és nagyon sok meccsüket úgy veszítik el, hogy óriási egyéni hibákból, mert jó pár meccsüket ugye én is nézem, látom, az a rutintalanságnak szól, de ebbe az évben, hogyha bemarad ez a csapat, mert egyetlen egy célkitűzés volt szakmailag a gyerekek fejlődése, mert hogy maradjon meg a csapat, én azt gondolom, hogy ezt teljesíteni fogják. És még a szurkolók mellett mindenképpen annyit szeretnék kérdezni, hogy itt állunk ugye ebbe az impozáns stadionban, most már mondhatjuk azt, hiszen az látszik, hogy alakul a lelátó is. Mikor lehet birtokba venni, van esetleg most már valami olyan időpont, amire te is azt mered mondani, hogy igen, valószínűleg akkor. Igen, nem merem mondani ezt az időpontot. Ugye mindig én vagyok a nagy kemény fiú, aki mindig megmondja, hogy majd október, meg december, meg november. A lényeg az, hogy én a reális esély abban van, hogy ebbe a bajnoki szezonba, az ősz szezonba van esély már, hogy a túlsó oldalon szurkoljunk mindannyian a csapatunknak, de óvatos vagyok, mert még a belső munkákban van még egy kicsi hiány, úgyhogy ezeket, hogyha befejezik, akkor azt gondolom, hogy át tudunk ödni. Legrosszabb esetben én azt gondolom, hogy a tél, de én még bízom benne, hogy a Fradi meccset már a túlsó oldalról nézzük. És akkor még annyi, hogyha globálisan nézzük az egész stadion helyzetet, mi az az időpont, amit most kijelöltek itt az átadásra? Úgyhogy már ez a lelátó, most állunk, ez is le lesz bontva, és ide épül az új. Magyarországon, mondj nekem egy olyan stadiont, ahol betartották az időpontokat, akár Fehérvár Videóton, pedig ott azért azt gondolom, hogy kicsit nagyobb létszámmal dolgoznak. Tehát ebben nem mondok már én időpontot, én azt gondolom, hogy ha jövő évben átadják ezt a stadiont, az a realitás. 83-81-re győzött az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata a Kaposvár ellen a Gesztenyés úti sportcsarnokban. A piroskékek 6 fordulót követően 3-3-as mérleggel a táblázat 7. helyén állnak.
A két győzelemmel és három vereséggel álló atomerőmű ese az 1-4-es teljesítményt nyújtó Kaposvár fogadta a férfi NB1-es kosárlabda bajnokság 6. játéknapján. Az első negyedben a házigazda akarata érvényesült, Jeftovics, Kovács és Evans volt pont erős a piroskékeknél, míg a KKK Johnson találataival próbálta tartani a lépést. 27-20-szal zárult a nyitó etap. A folytatásban tovább nőtt az olló a felek közt, Jeftovics mellett Trajkovszki és Faust is remekül támadta az ellen gyűrűjét, oda át csak Johnson szorgoskodott. 47-33 állt a táblán 20 perc után. A fél időben az atom talán a kelleténél is jobban megnyugodott, mert a harmadik negyedben szinte rá sem lehetett ismerni a csapatokra. Felcserélődtek a szerepek, Lilov, Shepard és Johnson kosaraival fokozatosan faragta hátrányát a vendég, az ase sok hibával ritmustalanul játszott. A harmadik felvonást 30-21-re nyerte Fekete Ádám serege, egy csapásra szoros lett a találkozó. Sőt, 69-67-nél Lilov újabb triplája után már a KKK vezetett, de csak pár másodpercre, mert a kiválóan teljesítő Kovács Ákos távolija is célba ért. Innen megint meglépett a Paks, de a somogyiak sem adták fel. A lefújás előtti utolsó dobást a látogató engedte el, Markovics triplája pontatlan volt, így két egységgel a Szekulovics csapat diadalmaskodott. A végeredmény atomerőmű ese Kaposvári KK 83-81. A piroskékek 6 fordulót követően 3-3-as mérleggel a táblázat 7. helyén állnak. Az első fél időben sajnos nem ébredtünk föl abból a rossz rémálomból, amiben vagyunk, de bízom benne, hogy ez a második fél idő ez már azt mutatja, hogy felébredtünk, és hazai pályán a következőt pedig be fogjuk húzni. Gondolom, de most ez a bajnokság lesz ilyen nehéz. Nálunk ez ilyen harmadik mérkőzés volt. Nyertünk Szegeden, meg nyertünk most két pont, és kikaptunk egy pont Jászberény, ez ilyen nagyon nehéz. Nekem nem elégedett, úgy minden, mint kollégák mondtuk, ez tényleg jó megy a labda, minden, mint nem volt elég jó, ez a böntető. 51% hozói pálya, ez nagyon gyenge. Ez nagyon gyenge. És nem tudom miért, egész csapat volt ilyen gyenge dobásra böntető. Ez sok jelent. Hozói pálya sok jelent, hogy minden csapat jó. Na mindegy, megyünk tovább. Két pont. Nálunk ez fontos győzelem. Bízom benne, de van több is kell dolgozni, de csináltuk ilyen statikus. Volt kicsi grücsos, és két vereség meccs, Falkó meg Szolnok, és szerintem ez ízlődő játékosok kicsit izgulunk, csak lehet azért, hogy böntető nem volt ilyen, mit várunk. Csak végül is nyertünk, ez a legfontosabb. Az atomerőmű ese a következő fordulóban Sopronban vendégszerepel. Az összecsapást november 10-én szombaton 18 órakor rendezik, amit a Paksi Kistérségi Televízióban másnap 17.30-tól felvételről láthatnak majd. És még egy jó hír a végére, a Győrben rendezett U23-as Európa-bajnokságon Pupréka a dobogó második fokára állhatott az 52 kg-osok mezőnyében. Ezzel a témával a későbbiekben majd mindenképpen foglalkozunk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten Faller Gábor kollégám várja majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!